Köszöntöm a kedves nézőket, ez itt az Esti Mérleg. A pedagógusok szakszervezete országszerte fórumokat tart a közoktatás problémáinak megvitatásáról. A Fejér megyei szakemberek a Bori Jenő általános iskolában találkoztak. Szakszervezeti tagok, alapszervezeti titkárok és nem szakszervezeti tanárok találkoztak, hogy megbeszéljék a problémákat és a teendőket a közoktatás legfontosabb vonatkozásaiban. A pedagógus szakszervezet szakértők bevonásával elkészített egy vitairatot, mely többek között az oktatási kiadások, a pedagógusok bére és a túlterheltség kérdéseit feszegeti. Kérdés, hogy meg fogják-e hallgatni őket. Az a legnagyobb problémája a pedagógusok szakszervezetének, hogy amíg tárgyalni szeretne a kormánnyal, de alsóbb szinteken is, önkormányzattal, tankerületekkel, kormánnyal, érdemi megállapodások nem történnek. Ez hosszú távon ahhoz vezet, hogy válságba kerül a közoktatás. Most ezeket a vitaforumokat azért gondoltuk, hogy országos szinten, az országos vezetőség azért gondolt, hogy országos szinten elkezdenénk, hogy kikérjük a pedagógusok véleményét. A közoktatás kérdése egy rendkívül összetett probléma. Melyek a legfontosabb nehézségek? Nagyon fontos lenne a gyerekeknek a túlterheltségét megszüntetni. Ezáltal a tanárhiány is valamilyen módon szerintem csökkenne. A tanárok bérezése, a tanári pályán való megtartás, tehát a bérrendszernek az újragondolása, a pedagógus munkát segítőknek a körülményeinek a javítása szintén a bérezésbe, a szülőknek a viszonya az iskolához, biztos, hogy nekik is lennének nagyon jó ötleteik, és ebbe a társadalmi vitából azért valami biztos, hogy a kormány felé adna egy olyan ötleteket, amivel lehetne igazából tárgyalni, és érdemi törvényeket, aztán végrehajtási rendeleteket hozni. Említette, hogy a szülőkkel, illetve az állammal kellene egyeztetni, a diákokkal is esetleg? Hát biztos, hogy lehetne kérdőíveket, méréseket végezni alsóbb szinten is, de azért én úgy érzem, hogy amikor már felső tagozatosok, vagy illetve a szakképzésben, vagy gimnáziumban járó gyerekek, biztos, hogy a diákparlamentekbe el tudnánk mondani a véleményeket. Azért az nonsens, amikor egy gyereknek 31 órája van. Most gondolja el egy héten, mikor egy felnőtt embernek 40 órás munkahete van, és 31 órát bent van a gyerek, kimondottan tanórán. Tehát akkor még semmi tanórán kívüli tevékenységet nem végzett, nem volt szabad levegőn, persze vannak készségtárgyak is ebben a 31 órában, de azért itt komolyan tanulni kell. Mondjuk egy 7.-8. osztályos tanulónak. Miért pont most jött létre ez a fórum? Hát a pedagógusok szakszervezete nagyon régóta próbál tárgyalni a kormánnyal. Mi a békés tárgyalásoknak a híve vagyunk. Na most ez hosszú távon, ez látszik a kronológiai sorrendben, hogyha visszanéznénk, hogy ez már annyira hosszú idő, és látszik, hogy érdemi megállapodás nem történt, bár ugye 2019. márciusában történt egy együttműködési megállapodás aláírása az EMI és a pedagógus szakszervezet között, és mégse vitte előbbre azt az ügyet, amiért mi inkább a tárgyalásos módszert választanánk. Most volt egy figyelemfelhívás, de 2019. november 30-án egy tüntetéssel, és hát a következő fokozat elvileg a sztrájk lenne, de mi mindig bízunk abba, hogy talán tárgyalásos módszerekkel eredményeket tudunk elérni az oktatás területén. A közoktatás kérdéskörének legfontosabb eleme a pedagógusok szakszervezete szerint az állami ráfordítás mértékének növelése. Van arra számítás, hogy mennyit kéne összesen emelni, mondjuk a GDP arányában? A GDP arányában 6%-ot, ha elérnénk, az egy ideális állapot lenne. 2013-ban 4% alatt volt, most egy 5% felé épp, hogy felkúszott ez az érték. De hogy érzékeltessem, hogy milyen feszültség húzódik meg emögött, ha a pedagógusok átlagkeresetét nézem, akkor a diplomás átlagbérekhez képest 70%-kal vagy 70% alatti értékben keresnek. A nemzetgazdasági átlaghoz képest 90% alatt van a pedagógusok bérezése. Ma egy pályakezdő fiatalnak a bértábláját ki kell egészíteni ahhoz,
hogy a garantált bérminimumot, tehát a szakmunkások alapfizetését megkapja. Tehát ez nem lesz vonzó a pályának, és ha még azt hozzátesszük, hogy 75 ezeren fognak a következő 10 évben nyugdíjba menni a 151 ezres pedagógus gárdából, és jelenleg egy 15 ezres hiánnyal küzdünk, akkor ez előrevetíti, hogy a közoktatás rendszere egy általános működési válságban irányába halad, és ebbe mindenféleképpen irányt kell váltani. Ezeknek vannak természetesen költségvetési vonzatai, de úgy gondoljuk, hogy ha most nem fogunk ezen változtatni, akkor sokkal nagyobb árat fogunk 5-6 év múlva fizetni, hogy egy rendszert újraépítsünk, vagy újra gondoljunk. Most még menet közben lehet ezt a korrekciót elvégezni. Néha érezzük azt, hogy az oktatási kormányzat részéről van szándék a változás irányába, a kormányzatnál ezt egy kicsit nehezebb keresztül vinni. A közoktatás minőségének javítása tehát össznemzeti és nemzetgazdasági kérdés, ezért végtelenül fontos, hogy előrelépés történjen az ügyben. Kettős válságban van a magyar közoktatás. Egyszer van egy működésbeli válsága a közoktatásnak, ugye a központosítás, ami történik a tantervekben, az oktatás irányításban, a bérezésben. A másik válság pedig az, hogy egy modernizáció történik a közoktatásban, és ez a modernizációs folyamattól Magyarország messze leszakadt. És ezekre a kihívásokra választ kell adni, és minden mindennel összefügg, mert ha modernizációt nem tudjuk végrehajtani, nem tudjuk a hátrányos helyzetben lévő gyerekeket felzárkóztatni, akkor a munkaerőpiacnak sem lesz megfelelő létszámú utánpótlása. Én most az ismereteink szerint nagyjából 100-150 ezer külföldi munkaerő van Magyarországon. Ha mi azokat a gyerekeket, akik most a hátrányos helyzetben vannak és leszakadnak, 4-5 éven keresztül ezeket fel tudnánk zárkóztatni, akkor nem lenne szükség külföldi munkaerőre. Fele annyi pénzből meg lehet oldani ezt, mint amennyit most kifizetünk a külföldi munkaerő itt létéért. Milyen fogadtatásra számítanak a minisztériumi oldalról? Én úgy gondolom, hogy valamilyen sejtésük, és lehet, hogy sokkal több információjuk van arról, mint amiről mi beszélünk, a döntéshozóknak. Csak a akarat, a politikai akarat hiányzik ebből, és mi szeretnénk a pedagógus társadalmon keresztül megszólítani a döntéshozókat, hogy időben lépni kell, mert ezért nagyon nagy árat fogunk a későbbiek folyamán fizetni. Tehát azt nem lehet csinálni, hogy a világgazdasági versenyképességi mutatókban Európában a magyar közoktatás hátulról a harmadik. Ha befektetéseket nézzük, a magyar költségvetés beruházási oldalra fordított pénzösszege 2,1%, amit az oktatásra fordítanak. Ez valamikor 5,8% volt a 2000-es évek közepén. Tehát ez azt mutatja, hogy az oktatás nem foglal el kulcspozíciót. Finnország a 2008-as gazdasági válság után arról döntött, hogy másfélszer több pénzt fog az oktatásra fordítani, mert azt mondták, hogy még egy ilyen gazdasági válságot nem fognak tudni túlélni. De ugyanezt történt az észteknél, a lengyeleknél, ahol hihetetlen mértékű pénzt fordítottak az oktatás fejlesztésre, kutatásra, nem elsősorban a pedagógusok bérére, hanem az oktatás, kutatás, fejlesztés a modernizációra, a tanterveknek az újragondolására. És ezt azt eredményezte, hogy az észgazdaság a nemzetközi mutatókat az OECD jelentés alapján másfélszer-kétszeres jobb mutatókkal rendelkezik, mint a magyar gazdaság. Pedig ugyanonnan indultunk, sőt, mi nekünk előnyünk is volt a rendszerváltás idején. Finnországban 750 tanórát kell éves szinten az iskolákban tölteni, nálunk 1200-at, mondta az alelnök úr. A felméréseken mégis 30-40%-kal jobb eredményeket érnek el a finnek. Ugyancsak fontos probléma, hogy nem igazán vonzó ma Magyarországon a pedagógusi pálya. 5% alatt van a 30 éven aluli pedagógusoknak az aránya. Most 3000 fő alatti 2800-2700-an tesznek le minősítő vizsgát, ugye a pályakezdés után második évben, és 2 év múlva 6000-en mennek nyugdíjba.
mi lesz a be nem töltetlen állásokkal, akik nyugdíjba mennek. Egy ideig óráig meg lehet oldani azt, hogy a nyugdíjasokat visszahívjuk, de hát ide friss erők kellene ahhoz, hogy egy kicsit lendületbe, mozgásba tudjuk hozni a pedagógus pályát. 140 ezer forint nettó fizetéssel nem lehet ezt megcsinálni, hát egy alliba az árufeltöltő többet kap, majdnem másfélszer többet, mint egy pályakezdő fiatal. Tehát el is gondolkodik azon, hogy ő akkor most mit is csináljon, érdemes-e a pályán maradni. Ráadásul ugye a munkatermérésben kimutattuk, hogy 56 órát dolgozik egy héten a magyar pedagógus. Európában ez a legmagasabb érték. A fórumon óvodapedagógusok is részt vettek. Az iskolákhoz hasonlóan az óvodák is pedagógus hiánnyal küzdenek. A mai világban sorra hagyják el a pályát a pedagógusok. A pedagógus társadalmunk előregedett, a fiataljainknak kötelező ugye a gyakornoki idő, őket is kellene mentorálni, támogatni, amire nincs idő, mert nincs váltotása az embernek, egyedül dolgozik, és nekem konkrétan 72 éves nyugdíjas kollégám van, ő avval tud nekem segíteni, hogy állandó délután ott van a korcsoportunkkal. Tehát ebbe tudnak segíteni, de hát az sem megfelelő, mert ugye ő már egy másik társadalmi helyzetben lévő gyerekekkel találkozik, mint anno 20 évvel ezelőtt, mikor ő nyugdíjba ment, és teljesen mások az elvárások már. Sokkal mozgékonyabbak a mai gyerekek, tehát sokkal nehezebben lehet őket lekötni, teljesen másabbak a nevelési elveink, és ugye ezért nagyon nehéz. És pedig a legfontosabb egy óvodáskor életében, hogy érzelmi biztonságban legyen a gyerek. És ezt egy olyan pedagógustól tudja megkapni, aki szakmailag is elhivatott, és ő ezt a pályát választotta. Nem pedig azon gondolkodik, hogy a délutánját, a szabadidejét mire használja fel, mert ugye fel kell készülni a következő napra, a foglalkozásokra, de fent kéne tudni tartani magát is, és ezért másodállásokat választanak a pedagógusok. Az óvoda-iskola átmenet egy fontos kérdés. Egy új rendelet szerint, aki eléri a 6 éves kort, annak iskolába kell mennie, és ez alól nehéz felmentést kérni, pedig a gyerekek nem egyforma ütemben fejlődnek. Szűrik a gyerekeket. És kik szűrik? Olyan emberek szűrik, akik nem találkoztak velük. Mi 3 évig foglalkozunk velük, az óvodapedagógus, és az óvodapedagógusnak van a legkevesebb hozzászólása. Tehát bennünket nem kérdeznek meg, hogy szerintünk ez a kisgyerek alkalmas arra, hogy iskolába menjen, vagy nem alkalmas arra. Most a szülőkkel együtt próbálunk olyanokat megtenni, hogy ilyen orvoshoz viszi, olyan orvoshoz viszi el, hogy kapjon papírt, hogy hát, ha sikerül neki. Az én csoportomban konkrétan van egy olyan kislány, aki koraszülött volt. 6 hónapra született kis súllyal. Na most felzárkózott már, de ez a picike, kis löket, az még nincs meg. Okos, értelmes, tényleg, mert én is azt mondom, hogy okos, értelmes, de lelkileg, érzelmileg még nincs felkészülve arra, hogy ő iskolába menjen. Hogy ő naponta ott legyen bent 6-8 órát, mert ugye az elsősöknek is már nem 4 órájuk van. Vagy ha egész napos iskola van, akkor reggel 8-tól délután 4-ig ott van. És rettentően elfárad, és hogyha lelkileg el van fáradva, akkor nem tud utána teljesíteni. A pedagógusok szakszervezetének vitairatából kiderül, hogy a pedagógusok tűrőképessége nem ismer határokat. Miközben mindahányan tudják, az oktatás jövője alapvetően meghatározza egy társadalom jövőjét. Ez volt a mai Esti Mérleg. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!